Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 4-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön még egy napi kártya a csokis kártyákból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. Ezt itt Ámor mutatja. Ez a férfi szerelmes belétek. Igen, és ő ezt tudja is. Biztos ebben az érzésben. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az érzelmei. Ez a varázsló mutat egy ilyen varázslatos szerelmet, egy ilyen mágikus vonzalmat. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek. Ez a kulcs azt mutatja, legyetek biztosak abban, hogy ő közeledik hozzátok, meg abban is, hogy ő szeret titeket. Viszont előfordulhat, hogy ő egy kicsit zárkózott, mert ezzel a kulccsal le lehet valamit zárni, vagy kinyitni valamit. Most nála van ez a kulcs az ő kezében, hagyjátok, hogy ő közöljön veletek valamit. A napi energia azt mutatja, hogy ilyen édes álmok lesznek, de nem csak az, hanem egy ilyen testi kapcsolat is. És ez volt a mai jóslásom. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!